5 legnagyobb testépítő, akik leálltak a versenyzéssel. Első rész. A hegyomlás. Craig Goliath. Maradjatok vele! Üdvözlök mindenkit, Tari Ádám vagyok, és a mai alkalommal szintén egy videósorozatot hoztam, egy 5 részben álló videósorozatot, aminek a címe a Top 5 legnagyobb testépítő, akik leálltak a versenyzéssel. Kezdésnek egy olyan testépítőt hoztam, akit rengetegen ismernek, Craig Goliathnak hívják, Goliath néven ismert, igazából Instagramon lett ismert, de egy kicsikét részletesebben fogok róla beszélni, életéről, és hát igazából a versenyzési karrierjéről, és hogy miért is állt le a versenyzéssel. Na vágjunk is bele. Craig Goliath talán a világ legnagyobb testépítőjeként ismert, a srác 1984. február 7-én született Las Vegasban. 2007-től 2010-ig versenyzett, és a legjobb helyezése második lett egy NPC Los Angeles-i bajnokságon. A képen lehet is látni, hogy hát elég durván látszanak a cuccnak a negatív hatásai, amint látjátok. Gyájnója van, ami azt jelenti, hogy a mellén igazából mellnek az elnőjesedése, amint látjátok is. Vizes, igazából zsíros, nagy darab, aránytalan, ez az én véleményem. Aztán az utolsó versenyen az NPC USA Show-n, ami egy elég nagy bajnokságnak számít, elég nagy versenynek számít, ott 16. lett, és ez olyan szinten elvette a kedvét, mint a picsa, úgyhogy leállt igazából ezzel a testépítő versenyzéssel, és figyelmét másfelé fordította, inkább az Instagramra, ugyanis elkezdett 2012. júliusában hát képeket és edzővideókat posztolni saját magáról, saját edzéséről, és észrevette, hogy hát elkezdett követőket szerezni elég gyorsan, úgyhogy ezt folytatta, és azóta igazából több százezer követője van. Instagram úgy pólókat, ruhákat árul, Goliath Nation cége van, vagy ez a neve a cégének, a bizniszének. Na most ezt megnézném, hogy az Istenbe árul ez a csávó pólókat, meg gatyákat, ez az XXXXXL-es méretekben, vagy nem tudom, de akik vesznek tőle, azt szerintem szuper nehéz súlyban lehetnek. Na mindegy is. A srác, mint már említettem, ugye elhíresült Instán, hát igazából ugye a Thor's képeiről úgy néz ki, mint Hulk, és az embereknek ez nagyon bejön. Az elején azt hitték amúgy, hogy ő photoshopolja a képeit, és hát elkezdték osztani, hogy nézd már hát a csávót, szép photoshopolta magát, milyen hülyén néz ki. Aztán ugye elment ilyen fitness expóra, és az emberek találkoztak vele, a követői találkoztak vele, és látták, hogy hát akármennyire ciki, nem photoshopolja a képeit, hanem nagy, mint a picsa. Kibaszott nagy darab, viszont azt is észre lehet venni, hogy furcsa módon az Instán nem találkoztak olyan képekkel, ahol hát ugye a mellét lehet látni, vagy a mellizmát lehet látni. Na most ez azért van, mert amint látszottak ugye a versenyképén, gyájnója van, tehát ez a bitch tits, ez az, a mellnek az elnőjesedése, a cuccnak az egyik mellékhatása. Ez neki kijött, és hát kicsikét szégyeli. Úgyhogy ennyit erről. Amúgy a csávó off-szezonban egy ilyen 160-170 kg volt, vagy 170 kg körül mozog, és a versenysúlya annó 190 cm-éhez 140-145 kg között volt. Tehát 140 kg volt a színpadon, tehát ez a szuper nehéz súly volt. És hát ugye Craig már nem versenyzik 9 éve, úgyhogy jelenleg célja annyi, igazából, hogy inspirálja az embereket hatalmas méretével, meg inkább az, hogy szórakoztassa őket. Igazából nagyon nagy szókincse nincs csávónak, ha felmentek az Instagramján, lehet látni, hogy posztol bármit, és úgy kezdi, hogy sup guys, sup, ennyit ír, sup, ami igazából egy slang, what's up lenne, de azt se írja teljesen ki, csak annyit ír, hogy sup, sup guys, és ennyi, aztán igazából posztol egy ilyen képet, és akkor ennyi igazából a csávó. De elég vicces figura szerintem, biztos jó fej lehet, és hát akárhogy is nézzük, hiába nagy darab, meg hiába jó genetikával megáldott, úgy ahogy jó genetikával megáldott, mert elég nagy darab lenne, mint látjátok, mégsem vitte semmire a testépítésben, úgymond testépítő versenyzésben, tehát hiába nagy darab valaki,
az nem azt jelenti, hogy ő lesz az új Mr. Olympia, úgyhogy összességében arányokban a csávó nem volt a legjobb, vizes volt, zsíros volt, és hát aránytalan volt, emiatt is látta az, hogy abba hagyta ugye a testépítő versenyzést, és jelenleg inkább követő táborát, brandjét fejleszti, építi. De ti mit gondoltok róla? Ti mit gondoltok Greg Goliathról? Követitek-e, posztjait olvassátok-e, lájkoljátok-e? Mit kérdeznétek tőle, hogyha találkoznátok velem? Ha személyre szabott étrendet vagy edzéstervet szeretnétek, akkor látogassatok el az aramtariprofizik.hu weboldalra, ahol tájékozódhattok szolgáltatásomnak menetéről és az árairól is. Nem egy embernek segítettem már feltömegelni, leszálkásodni, fogyni, úgyhogy te sem leszel kivétel. A weboldalom legalján olvasható sikersztorikat volt, illetve jelenlegi klienseimről. Csekkoljátok le! Nagyon szépen kérek mindenkit, hogyha tetszett a videó, nyomjatok rá egy lájkot, osszatok meg, és hát írjátok meg kommentben, mit gondoltok. Következő alkalommal olyan testépítővel fogunk jönni, akit igazából az új Mr. Olympiának hittek, Phil Heath után, viszont Mr. Olympia cím helyett igazából, hogy mondjam nektek, tűzoltó lett. Úgyhogy ez majd a következő alkalommal. Köszönöm szépen a figyelmet még egyszer, Tari Ádám voltam, iratkozzatok fel. Peace!